Először kacagtam egy nagyot, arra jöttem rá, hogy a vicc az milyen érdekes, és a viccen lehet kacagni. Akkor nekem Arkágyi Rájkin volt a nagy bölcs vicc humorista, neki megengedték Szovjetunióba azt csinálni, amit Hoffinak megengedett Magyarország. És ez a két ember fontos szerepet játszott az életembe, és így én Arkágyi Rájkintól örököltem azt, hogy a karaktereket mesélt el nagyon viccesen, és nekem is van 9 sapkám, beöltözök, és a 9 sapkából megszólalnak az ember karakterek. Aztán amikor jött a foci, és jött a kommentálás, az volt az érdekes, hogy amíg a labdát kirúgták, addig, hogy ne legyen csend, meséltem vagy egy viccet, vagy egy poént, vagy elképzeltem oda hátul, hogy egy szekeren most viszik a lopott fát, nézik, és a közönség lássa, viszik a lopott fát, a bíró fütyül, bedobás, szöglet következik. Tehát ilyen dolgokat elkezdtem bele-bele beszélni, és aztán, hogy a fiamnak jó kedve legyen, miközben fogja szerkeszteni a focit, hülyéskedtem, beszéltem mindenféle dolgot, amit láttam, amit elképzeltem, és aztán eljött egy olyan gondolat, amikor Csengeren fociszt vezettük a meccset, a futzált országos bajnokság, ott is láttam a nézőket, láttam egy nő, ki van rúzsozva a nő, és kilátszik a bimbója, és mondom, itt a húsvéti nyuszi, és közben gólt lövünk! Szóval rengeteg érdekes ilyen ötlet, aztán jött az a gondolat, mi van, ha mindig hozok magammal egy sapkát, és ma itt a fülkében a mérkőzés kommentátor fülkébe, itt van Péterke, az analfabéta család főhőse, aki itt van, Péterkéhez, és hozzászól, hallom Péterke, hogy kisfiat született? Igen, kisfiat született, és hogy hívják? Lexus! A bolond vagy? Bolond, nem bolond, de van egy Lexusom, és megy tovább a meccs. Tehát mindig a vendégem velem együtt nézi a meccset, és én vagyok a két ember. És akkor csinálunk ebből a kommentálból egy igazi showt, hogy aki nézi, hogy a meccs, ha esetleg nem érdekes a meccs maga a show miatt, elfogadják a meccset. Vagy a meccs nagyon jó, és benne még a poénok, meg a viccek. Szóval ilyet még nem csinált senki a világon. Ezért igazából arról álmodok, hogy valaki szól, telefonál, és megyük, és csináljuk kapásból rögtön. Mert itt tudunk segíteni az edzőnek és a csapatnak, és igazából az a célom, hogy örömet szerezni az embereknek bármilyen áron. És ehhez nem kell semmi más, csak szabadság, szellemi, szerelmi és humorkultúra. Hajrá sport! Amikor olyan kommentárok vannak, hogy magyar Lászlónál a labda, egy ukrán fiók egy kukkot se tud magyarul. Ez pedig látszik, hogy micsoda szerelés, micsoda passz. Látszik, hogy intelligens családba született ez a fiú. A szülei bejöttek a holokauszt után, itt maradtak, és kiválasztották polgármesternek a cigánytáborba, és most adja be a labdát. Szóval mindegy, az ember amit lát, és amit ezt örömmel csinálja, akkor előbb-utóbb utána megszerkesztjük. Természetesen, hogy csak a pozitivizmust engedjük ki, a negatív dolog megmarad, mert felszoktam én robbani is a meccsen, mert a bírók képesek elrontani a meccset, és képesek főszereplők lenni, és utálja az egész ország, csak nem tud róla, hogy ettől lesz majd beteg. Hát ilyenek az egészséges sportolók.